A kiskörös óvodákban a tehetséggondozással már régóta foglalkoznak az óvodapedagógusok. Az e területet érintő törvényi változás miatt az ilyen jellegű programokat 3 éve már más formában építik be az óvodások mindennapjaiba. A tehetséggondozó programok már 2013 óta működnek a kiskörösi óvodákban. Ezek általában külső programokként jelentek meg, jégkorongozás, úszás, néptáncolás és a sakkozás keretein belül. A köznevelési törvény előírja azt, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek körében nem csak a felzárkóztatást, hanem a tehetséggondozást is bele kell építenünk a mindennapjainkban. Ezért változott egy kicsit a tematikánk az elmúlt 3 évben, és beépítettük a gyerekek mindennapi életébe a tehetséggondozási programokat. Úgy választottuk ki a programok mienségét, hogy felkínáltuk az óvónéniknek ezt a lehetőséget. Ez egy többlet, amit a mindennapi munkájukhoz hozzá tudnának adni, és egy olyan képesség, ami az óvónőben magában egy kiemelkedő képesség. Gondolok itt a mozgásra, a táncolásra, a mindenféle tornagyakorlatokra, a nyelvi területek fejlesztésére, akár az idegen nyelvi, akár az anyanyelvi, mint ahogy itt láttuk most a Meseszigetet is. Itt a mesék varázslatos világába vezetett be minket az óvónő, de a zenei területeket is, tehát minden tehetségterületet megpróbáltunk megérinteni. Az előző év folyamán még csak 5 tehetségműhely működött a kiskörös óvodákban, ez évtől azonban megtriplázódott azok száma a tagóvodákban. Erre az évre, hogy kezd körvonalazódni. Az előző évben még csak 5 tehetségműhelyünk működött így intézményen belül. Erre az évre már 15 tehetségműhely munkálkodik a gyerekek nagy örömére, és én úgy látom, hogy az óvodapedagógusok nagy örömére is, hiszen a mindennapi megszokott tevékenységeiket egy kicsit felváltja az, ami a saját, az óvónőnek is az önkifejlődéséhez vezet, tehát meg tudják mutatni az erősségeiket, mint ahogy most láttuk Noéminél, az anyanyelvi területek, a nyelvi területek, a nyelvi képességek, azok magas szintre fejlődtek az ő életébe, az ő személyiségébe, és ezt tovább gondozhatja, ápolhatja a tehetséggondozási programok keretében. Elkészítették a pedagógusok a tehetséggondozási éves terveiket. A tervük alapján heti egy alkalommal, 11 délelőtti időszakban, tehát a minden napokból egy kicsit az udvari játékból ki billenve a tehetséges gyerekeknek műhelyfoglalkozások vannak megtartva. Ezekben a műhelyfoglalkozásokban a pedagógusok megfigyelései alapján kerülnek a gyerekek. Nem mondjuk még egy óvodáskorú gyerekre, hogy kimondott tehetség csírákról, tehetség palántákról beszélünk. Nagyon sok összetevőből adódik az össze, hogy ez a tehetséggondozási folyamat eredményes lesz, hiszen mindenkinek vannak vele született képességei, adottságai, de ezeket a képességeket, adottságokat, készségeket tovább kell fejleszteni. Ezért felelősek vagyunk mi pedagógusok, felelősek a szülők és az összes környező felnőtt ember, aki végig kíséri a gyermek tehetséggondozó útját, folyamatait. A Szűcsi óvodában kedden délelőttönként tart foglalkozásokat Torgyikné Balog Noémi, aki a Meseszigett tehetségműhely vezetője. A délelőtti játékos feladatok az anyanyelvi fejlesztés köré épülnek, melyek nem csak érdekesek, de változatosak is. Nagyon sokféle munkát végzünk, nem csak mesét dolgozunk föl, hanem mesetérképet készítünk, mesét írunk, találós kérdésekkel foglalkozunk, anyanyelvi játékokat játszunk, akkor olyan feladatokat végzünk, ahol a szövegértés fejlesztése, vagy előhívása a cél, mozgásos játékokat is, tehát próbálom minden oldalról megközelíteni a témánkat. A tehetséggondozó programok tematikája minden alkalomkor más témaköré épül. A biztonság és a fejlődés, ez volt a témánk. Én nagy részben Bajzát Mária népmesepedagógus módszertanával dolgozom, és kibővítem a saját ötleteimmel. A foglalkozás alatt úgy építik fel a pedagógusok a játékos feladatokat, hogy azok észrevétlenül is fejlesztik a kicsik képességeit.
mivel én nekem az anyanyelvi nevelés a területem, vagy a tehetségműhelyemnek a neve, így nyilván az anyanyelvi, hogy a beszédük még választékosabb legyen, a szókincsüket gazdagítsam, az olyan gyermek, aki nehezebben szólal meg, egy belső motivációt tudjak elérni nála, hogy megmerjen szólalni, legyen kezdeményező készségük az irodalmi élménynyújtás által még egy értékközvetítés is történjen, ízlésformálás, és ezt mind az anyanyelvi nevelés területén. Milyen változást látsz azokon a gyerekeken, akik mondjuk ide járnak, mondjuk az első alkalomhoz képest? Most a tavalyi én tavaly kezdtem el, és tavaly volt egy olyan kisfiú, aki igaz, hogy a karantén alatt, de önállóan mondta a mesét. Ez az egyik, ami nagyon sikerélményhez vezetett. A másik pedig van egy kislány, aki nagyon nehezen szólal meg, és most már többet beszél. És amint most is lehetett látni, hogy volt olyan gyermek, aki eddig alig beszélt, és most egy olyan belső motivációt kapott, hogy beszélt, és én nagyon figyelek arra, hogy elmondják és elmondhatják, ami bennük van. Lehet, hogy több idő elmegy vele, de rugalmas szoktam lenni, tehát hogyha valamit betervezek, és úgy látom, hogy ő nekik inkább a beszélgetésre van szükségük, akkor azt tesszük. Mi az, amit a népmese vagy a mesélés az anyanyelvi fejlődéshez hozzá tud adni? A képzeleterőt, a kreatív gondolkodást, tehát a kreativitást, ami az egyik kulcspontja a tehetségműhelyeknek, ezt a belső motivációt, ez a második kulcspontja, és mindenfajta területen fejleszti őket. Mielőtt tehetségműhely foglalkozásokon venne részt egy kisgyerek, az óvodapedagógusok felmérik azt, hogy milyen fejlettségi szinten áll, és hogy mi az a terület, ahol jobban teljesít az átlagnál. 2 év megfigyelés előzi meg, és nagy csoportba kerülnek be ezekbe a tehetségműhelyekbe, és nyilván én figyelem, hogy tehát a gazdag a szókincsük milyen, a beszédjük milyen, a kommunikációjuk, az érzelmi kifejező képességük, az önkifejező képességük milyen. Tehát ami az anyanyelv területéhez hozzátartozik, kezdeményezőbbek, és a viselkedésük is talpra esettebb, és ezek alapján figyelem meg, és aztán választom ki őket. Nem egyforma szinten vannak, van, aki sokkal kezdeményezőbb, sokkal nagyobb a szereplési vágya, sokkal többet szeret beszélni, valaki nem. Viszont erre vannak anyanyelvi játékok, meg nagyon sok páros játékokat szoktam hozni, kitalálni, amiben azonos képességű gyerekeket választok, hogy ők egy páros legyenek, és így ők is úgymond fejlesztik egymást, és húzzák egymást. A Szűcsi tagóvodában a Mesesziget elnevezésű anyanyelvi tehetségműhely mellett angol nyelvi tehetséggondozást is tartanak. Dulcs Claudia Magic English tehetséggondozó csoportjában is sok kisgyermekkel foglalkoznak. Ezen felül hetente az Ugri-Pugri torna keretében Várinék Szlovák Erika tart mozgásos foglalkozást a kicsiknek.